Égnek álló különleges hajkorona, rengeteg lak, nagy váltömés és igéző szemek. A 80-as évek egyik legnagyobb zenei csillaga, most már egészen más külsővel, de itt ül mellettem a stúdióban. Izgatottan várom, hogy mit mesél majd magáról, de előbb íme egy kis multidézés Sissy Catch-el. Annak idején, még a 80-as évek közepén sokan hangosították fel a rádiót, amikor ezek a dallamok szóltak. 1985-ben popcsillag született. Sissy Catch igéző tekintetével megbolondította a srácokat, a lányok pedig frizuráját utánozták több-kevesebb sikerrel. És a sztár most több mint 22 év után ismét Magyarországra jött, a frizurája már nem a régi, de azért 45 éves kora ellenére szebb, mint valaha. Annak idején nagyon jól éreztem itt magam. Régen volt ez már sok-sok éve, de azért arra emlékszem, hogy szerettek itt engem. Úgyhogy örülök, hogy megint eljöhettem ebbe a gyönyörű városba. Bétót László a korszak legnépszerűbb rádiós zenei műsorát szerkesztette és vezette. A hallgatók elvárták, hogy Sissy Catch dalai mindig szerepeljenek a menüben. Nagyon sokszor kérték, és akkor az akkori diszkokban is sokat kellett játszani. Most a retróban is sokat kell játszanom, hál' Isten. Nagyon jó zenéi voltak, és valóban időtállós lágerek, amikor nagyon jól lehet táncolni, lehet a szövegét megtanulni, akár énekelni, a refrént mindenki ismeri. Egy nagyon jó ki volt találva a hölgy. Az énekesnőt a Modern Talking egyik frontembere és kitalálója Dieter Bohlen fedezte fel. Ő adta neki a Sissy Catch nevet is, eredetileg ugyanis Caroline Katharina Müllernek hívják. A popcsillag két koncertet is ad nálunk, pénteken Budapesten, szombaton pedig Kecskeméten lép fel. És már a reptéri váróban is egyértelműen kiderült, hogy még így 20 év után is népszerű, rajongók várták őt autogramért és egy közös fotóért. Biztos, hogy a legnagyobb slágereimet is eléneklem majd, hiszen ezeket a dalokat szeretik az emberek. A mai napig kérik tőlem, én pedig imádom elénekelni. Nem tudom még, hogy mi lesz. Kicsit pihenek, aztán talán körülnézek a városban. Attól függ, hogy mennyi időm lesz, de a városnézést nem hagynám ki. Az énekesnő innen egy belvárosi hotelbe igyekszik. Ma sűrű nap vár rám, hiszen a mostani interjú után este már várják a rajongók, akiknek azt ígéri, felejthetetlen élményben lesz részük. Vendégem Sissy Catch, aki szinte semmit sem változott, sőt, csinosabb, mint valaha. Üdvözlöm! Nem először jár nálunk Magyarországon. Hogy tetszik a Magyarország, Budapest? Nos, valóban van néhány emlékem a városról. Emlékszem, hogy akkoriban iszonyú jó időket éltünk, nagyon nagy szeretettel fogadtak engem. Emlékszem, hogy rengeteg autogramot osztogattam. Emlékszem, hogy egy óriási áruházban voltunk, akkor egy kétemeletes áruházban. Akkoriban még a szüleimmel jöttünk ide. Olyan sok ember volt körülöttünk, hogy mindenki rázta, lögdöste azt a kocsit, amíg oda tudtunk jutni, nagyon meg voltunk ijedve, hiszen egy hatalmas tömeg, óriási, nagyon sok ember várt minket, és valóban el voltam képedve ezáltal a népszerűség által, és valóban egy elképesztő élmény volt. Nagyon, nagyon jól éreztem magam, hogy ennyi autogramot osztogathatok. Most egyedül érkezett Magyarországra, ezt megtudhatjuk? Nem, valójában nem egyedül jöttem, hanem a csapatommal együtt jöttem, akikkel együtt fogunk fellépni majd a színpadon. Ez egy rapperből, egy énekesből áll, illetve természetesen a tourmenedzserből, és természetesen a hangmérnökünk is van itt van. Van egy legenda, vagy hát nem is legenda, ez talán így is van, hogy ön Dieter Bohlen fedezte fel. Hogy történt ez pontosan, mi történt akkor, és hogy nem lett fodrász, mert ha jól tudom, az akart lenni. Elnézést, meg tudná ismételni a kérdést? Uh,
Ami azt illeti, egy hamburgi koncerten történt a Dieterrel való találkozás. Egy akkori csoportom, a csapatommal, együttesemmel léptem ott fel, utána megkért engem, hogy első single felvételmet felvegyem, rögzítsem, ami az I Can Lose My Heart Tonight, ami gyakorlatilag a születésnapon került kiadásra, ami július 21-én volt, úgyhogy ez az első slágerem, nagyon elképesztő volt számomra. Tartják még a kapcsolatot Dieter Bolennel? Nem, az igazság, hogy nem tartjuk a kapcsolatot. Ami azt illeti, nagyon sok időt töltöttem Angliában, nagyon sok évet éltem ott. Mostanra értem vissza igazság szerint Németországba, Belgiumba, de már nem tartjuk a kapcsolatot. Egy kicsit megkérném, hogy beszéljen arról az első sikerről, ami, nem tudom, váratlanul jött? Nos, az első slágerem az I Can Lose My Heart Tonight volt. Egyik napról másikra ment végbe minden. Természetesen Dieter Bohlen akkor már egy befutott, sikeres zenész volt a Modern Talking-gal. És miután kiadtuk ezt az első nagy slágert, utána az első lemez és a német slágerlisták első 5 helyezettje közé bekerült. Nagyon szép időket éltem meg akkoriban. Akkoriban és ma is nagyon sokan mondják azt, hogy egy szexszimbólumról van szó, ugyanaz. Mit szól ehhez? Milyen érzés ez? Nos, nem igazán úgy érzem, hogy szexszimbólum volnék. Úgy gondolom, hogy egy teljesen hétköznapi ember vagyok. Tudom, hogy az emberek néha így látnak engem. Én voltak éppen csak saját magam vagyok. Nagyon furcsa, hogy így kellene magamra tekintenem. A haja ugye nagyon jellegzetes volt. Ezt ön találta ki, vagy volt egy stylist ön mellett akkoriban már? Igen, tudom, különös furcsa hajviselet. Nem igazán volt semmiféle fodrászom, én magam találtam ezt ki, saját magam kreációjának tekintem. Ami azt jelenti, szeretem megváltoztatni a stílusokat, szeretek kísérletezni a hajammal is. Az igaz, hogy ő fodrásznak készült? Igen, volt egy ilyen ötletem is, volt egy ilyen része az életemnek, amikor ilyen gondolatokat dédelgettem. Néhány napot el is végeztem tanfolyam során, de utána úgy gondoltam, hogy nem igazán nekem való. Utána egy kicsit ruhatervezéssel, ruhadizájnnal is gondolkodtam, de utána úgy gondoltam, hogy sokkal inkább az éneklés az én világom, ez az, ahol otthon érzem magamat. Mivel foglalkozik most a zenélésen kívül? Hogy a szabadidőben mit tennék? Nagyon szeretem a természetet, nagyon szeretek nagyokat sétálni, szeretek így lazítani, nagyon sokat olvasok, nagyon sok időt töltök a családommal, ők is nagyon kedvesek számomra. Megismerik Sissy Kecset még az utcán? Tehát ha kimegy az utcára, felismerik az arcát? Igen, úgy gondolom, hogy előfordul. Igen. Magyarországon több híres énekes is itt járt, Dr. Albán, Samantha Fox, és azt mondják, hogy egy ilyen újraéledése van a 80-as évek nagy sztárjainak. Erről mit gondol? Nos, úgy vélem, hogy ez valóban így van. Az embereket egyre inkább érdekli a 80-as évek zenéje, ez újraéled. Amikor utazom és más országba jutom, akkor nagyon sok más sztárral találkozom még a 80-as évekből. Úgy tűnik, hogy az embereknek tényleg ez továbbra is élvezet okoz, ami számomra is nagy öröm. Milyen volt a 80-as években, milyen volt átélni ezt a hatalmas sikert, ami akkor jött? Hogy milyen érzések töltöttek el? Óriási érzés volt, hogy különböző országba elutazhattam, hogy olyan sok ember, akkor a közönségek előtt felléphettem, énekelhettem. Számomra egy valóra vált álom volt, hiszen olyan sok mindent utazhattam, ez egy óriási álom volt voltak éppen. Ugye Magyarországon is fellép most, mire számíthatnak majd a rajongók egyébként?
Nagyon izgatott már vagyok már a koncertemmel kapcsolatban. Természetesen a régi slágereket fogom leginkább előadni, hiszen a közönség is ezt várja leginkább tőlem. És amit mondtam, egy táncost is hoztunk magunkkal, ami szintén az előadás része lesz, a show része lesz. Úgy gondolom, egy óriási mulatság, nagyon jó buli lesz, és remélhetőleg a többiek is nagyon jól érzik majd magukat. Vannak olyan sztárok, akikkel tartja a kapcsolatot a 80-as évekből? Sorry, what kind of stars? I don't keep in contact with. Or keep in touch with them. I don't really keep contact with. Nem igazán tartom annyira kapcsolatot olyan sok sztárral, nagyon sok mindenkit ismerek, és néha időről időre valóban beszélünk, de ami azt illeti, elég egyszerű életet élek. Nagyon szeretek otthon lenni, családommal időt tölteni, szükségem van arra is, hogy egyedül legyek, a természetet járom nagyon sokat, és úgy általában, amikor utazom, akkor is inkább éttermekbe megyek, illetve koncerteket adok. Úgyhogy úgy gondolom, hogy otthon ülős vagyok sokkal inkább, és otthon szeretek kellemes időt eltölteni. Esetleg gondolt arra mostanában, hogy egy új albumot adjon ki az éneklésből? Yes. Igen, valóban voltak és vannak ilyen gondolataim, sőt az új albumom nagy részét már fel is vettük, már rögzítettük, jó néhány nagy része már befejeződött, magam írtam a dalok jó részét, a szöveget is beleértve. Számomra egy nagyon nagy érzés, hogy egy új albumot adhatok ki, új lemezt adhatok ki. Úgy gondolom, ősszel fogjuk majd tudni piacra dobni, úgy ősz vége felé. És valóban nagyon boldogító érzés ez is. Hasonlít majd az a régi albumhoz, a régi albumokhoz, vagy egy teljesen új stílust ismerhetünk meg Cici Kecsről? If the music is similar, yeah. It is different. A zene mindenképpen más lesz, nem lesz igazán a régi Cici Kecs hangzás, de a producer számára, illetve saját magam számára is nagyon fontos az, hogy még mindig felismerhetőek maradjanak a dalok, hogy felismerhető legyen, hogy ez még mindig Cici Kecs is az ő hangja. Úgyhogy ez egy olyan szempont volt, amit mind a producer, mind én nagyon fontosnak tartottunk. Mármint azt a tényt, hogy legyen egy összekötő kapocs a régi közönség, illetve az újak a fiatalok számára is. A mostani koncert után számíthatunk még arra, hogy Magyarországon láthatjuk Cici Kecs énekelni. Nagyon szeretnék visszajönni Magyarországra, imádom ezt az országot, nagyon szeretek itt tartózkodni. Természetesen, amikor itt vagyok, akkor csupán pár napot vagyok itt, de nagyon szívesen visszajönnék, és más koncerteket is adnék, hogy több időt töltessek Magyarországon. Nagyon köszönjük, hogy itt volt, és te hoztam Magyarországon, várjuk vissza, és köszönjük még egyszer, hogy eljött hozzánk.